Szerintem egyetlen meghatározása van az ifjúsági regénynek, miszerint ha a szerző ráírja, hogy ifjúsági regény, akkor az. Mert hogy annyiféle ifjúsági regény van, hogy nincsen szűkebb definíció, erre a szerző nem írta rá, hogy ifjúsági regény lenne, sőt, hite szerint nem az. De ha a fiatalok is kedvel olvassák, akkor én nem akarom tőle őket elhajtani, sőt, nagyon örülök, hogy vannak egészen fiatal olvasói is. Múltkor egy 8 éves kislány elemezgette nekem a helyzetet, ami hát zavarbejtő volt. Kétszer olvasta már, és neki állt belőle részeket kiemelni, és akkor ott megmutogatta, hogy mit szereti és mit nem. Nekem ez egy teljesen új élmény. Eddig nekem ilyen fiatal befogadóim, olvasóim nem voltak. Másképp nyilatkoznak, őszinték, másképp állnak a dologhoz. Ennek nagyon örülök, ennek ellenére én azért azt gondolom, hogy ez a regény határozottan nem egy ifjúsági regény, csak egy olyan könyv, ami szélesebb generációt is érdekelhet, ha érdekel. Miért gondoltad úgy, hogy megírod ezt a sztorit, és mennyire valóságos az alapja? Ez egy kitalált történet. A Jelmezbál című novellás kötetem nagy hibáiból igyekeztem tanulni. Mondhatnánk úgy is, hogy ez egyfajta hiba poétika. Mert hogy az olvasók teljes joggal számon kértek, hogy nagyon sok történet nincsen befejezve, sok hős sorsát szívesen követnék, és hogy azt ígéri a fülszöveg, hogy itt majd összeáll a nagy egész, ehhez képest ők hoppon maradtak. És ezt olyan sokszor elmondták, és olyan sokan szembesítettek vele, hogy kedvem támadta ezeket a történeteket továbbírni és kiegészíteni. A felnőtt Vera feltűnik a Jelmezbálban elég sokat, és itt most tulajdonképpen az ő gyerekkorát, meg azt a történetet tudjuk meg, hogy ő hogyan deríti fel a saját identitását, hogyan tudja meg a saját családi múltját. Tehát egyfelől teljesen új könyv, hiszen 11 éves kislány, még sohasem voltam, tehát önéletrajzinak vagy alanyinak nem mondható szöveg. Ennek ellenére a régi mániáim, miszerint a család, az elhallgatás, az identitáskeresés, ezek megmaradtak. Tehát azt remélem, hogy az sem csalódik majd, aki ragaszkodott volna az eddigi témákhoz, és az sem, aki azt mondta, hogy hát nagyon jó, hogy elég már abból, amit a saját köldökét bámulta örökké, hát itt az ideje, hogy ne. És hogyan tudtad megírni a kislány Verát, a 11 éves kislányt? Hát ez egy másfajta kihívás volt valóban, mint egyfajta alanyi szerzőként egy ilyen alter egót létrehozni. Ennek ellenére azt mondom neked, hogy a legegyszerűbb dolog mégis az, hogy a 11 éves önmagamból voltam kénytelen kiindulni. Az én megfelelési kényszereimet, az én szorongásaimat kapta, mindezt természetesen átültetve Szegedre 1980-ban, amikor még mondjuk a pszichológiai köznyelv, vagy a pszichológiai nyelv nem folyt ennyire át a köznyelvbe. Tehát manapság azt a szót, hogy szorongás, azt mindenki ismeri, teljesen természetesen használjuk. Ez nem volt így 1980-ban, tehát például Vera erre egy saját szót talál ki, mert érzi, hogy valami fura érzés, de nincsen rá szava, ezt szomorú izgulásnak nevezi. Szóval, hogy ezeket a kényszerességeket, ezeket a tulajdonságokat tőlem kapta, én igyekeztem azt is belé plántálni, vagy azt is belé oltani, amit én tapasztaltam gyerekkoromban, miszerint, hogy sokkal komolyabb és merészebb dolgokról gondolkodtam 11 évesen, mint amely dolgokat nekem állítólag gondolnom kellett volna. Amiket az ifjúsági regényekben olvastam, hogy egy 11 éves gyerek miről gondolkodik, az nem klappolt azzal, amikkel én foglalkoztam. És azóta, ha beszélgetek akár gyerekekkel, akár felnőttekkel, akik nyilván sokat gondolkodnak gyerekkori önmagukon, mindenki ezt mondja, hogy igen, valóban ő is 11 évesen ezt élte meg, de természetesen valahogy a saját gyerekéről már azt gondolja, hogy ő nem gondolkodik halálról, meg szexualitásról, meg rengeteg olyan dologról, amit 11 éves gyereket már egyébként foglalkoztat. Mert ugye nem hülye, csak gyerek. És ez egy nagyon fontos dolog. Szerintem ebben is radikális különbség van az ifjúsági irodalomhoz képest, miszerint ez a regény nem akar a gyerekek számára útmutató lenni, tehát hogy ennek nem ilyen tétjei vannak.
Amikor író-olvasó találkozókra mész, akkor hogyan tapasztalod, hogy mennyire kedvelik a regényt, és hol van a helye most a mai legfrissebb, azt mondhatom, hogy regények között? Hál' Istennek nagyon-nagyon szeretik, tehát hogy nagyon sok szeretetet kapok vissza, nagyon sok örömet, sokan olvasták, elemzik, vitatkoznak, olvasóklubok jelzik, hogy átvették, hogy végigveszik a szituációkat, végigveszik a lelki motivációkat. Itt ugye ez egy realista könyv, tehát hogy nagyon elemi módon lehet elemezni mondjuk a pedagógiai helyzeteket, elemi módon lehet elemezni a dramaturgiai feszültségeket, így viselkedik egy szigorú édesanyja, vagy nem így viselkedik, a szülő-gyerek kapcsolatot végig lehet venni. Tehát, hogy itt ezekbe a helyzetekbe bőven bele lehet menni, és azt tapasztalom, hála az égnek, és ez nagyon nagy tisztesség manapság, hogy ebbe szívesen bele is mennek az olvasók, tehát nagyon nagy örömmel veszik ezt végig. Az nagyon érdekes, és annak nagyon örülök, amikor azt mondják, hogy hát, hogy olyan olvastatta magát, egyszerű volt, szép volt, hát végül is egyszerű is, mert olyan egyenes vonalú, olyan csak úgy el van mesélve. És ugye van benne olyan nap is, ami konkrétan visszafelé van elmondva. Az egész nap visszafelé. Tehát visszafelé pörögnek az események, és nagyon sok ilyen dramaturgiai csavar van benne. Ha ezt nem veszi észre az olvasó, akkor nem erőltetett, akkor annak az a helyzet, hogy az tulajdonképpen dicséret. Tehát én ennek nagyon örülök. Én azt látom, hogy a szakmában is nagyon, tehát eddig pozitív kritikákat kaptam, és egy kis meglepetést. Tehát, hogy valahogy nem ez van a levegőben, és ez egy kicsit kilóg most abból a folyamból, ami úgy nagyjából a mai kortárs irodalom, de hát ezt is tulajdonképpen az írók ilyeneket szoktak mondani, hogy kilóg, mert hát nyilván különbözni akarnak, és akkor ez olyan írói duma, tehát hagyjuk is. Mind dolgozol most? Hát tárcákat írok, meg verseket, jövőre 24 év után megjelenik egy verses kötetem. Azt is mondják a kiadói szempontból tulajdonképpen az első, mert az első kettő hozzáférhetetlen és nem is jutott az olvasókhoz. Úgyhogy a kiadó nagyon kapacitál, hogy kerüljön bele az első két kötetből is anyag. Én gondolkodom, hogy kerüljön-e vagy ne, majd meglátjuk. Minden esetre jövő ősszel összeállítunk egy verses kötetet. Én álmodozom egy énekelt vers CD-ről is, hiszen van már annyi énekelt vers Szabó Balástól Kollár Laciig, hogy ezeket össze lehetne állítani, esetleg mellé tenni, de hát ezt mondtam a kiadónak, akkor nagyon szomorúan a távolban nézett az igazgató is. Arra gondoltam, hogy inkább abba hagyom ezt a témát.